is szeretettel köszöntöm Önöket és benneteket, remélem, hogy mindenki jól hat, most már igen, ezen a sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadón. A Magyar Labdarúgó Szövetség ebben az évben összesen a több debreceni helyszínen, az Epreskerti Általános Iskolában, a Hatvani István Általános Iskolában, a Szoboszlói úti Általános Iskolában, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, illetve itt a Fazekas Mihály Gimnázium területén alakított ki a Debrecen önkormányzatával közösen labdarúgó műfüves pályát. Jelenleg az ünnepélyes átadón vagyunk. Hogy egy ilyen műfüves pályát is csináljunk. Akik ide járnak a Fazekasba, pontosan tudják, hogy ahhoz képest, hogy a Fazekas milyen patinás gimnázium, ahhoz képest, hogy mennyire elismert országosan, milyen jó a híre, egészen megdöbbentő, hogy milyen kicsi volt az a lehetőség, amivel itt a Fazekasban sportolni lehetett. Az átsorúba építés, hogy a házaknak össze kell érni homlokzatában, hogy milyen szép ennek a telekfokhínak egy milyen szép befejezése lenne, hogyha csinálnánk egy rendes tornatermet oda. Megpályázók, úgyis lesz pályázat erre, mert a mindennapos testnevelés bevezetése felmedő rendszerben igényli, hogy egyébként több minőségi kapacitásokat építsünk ki pályában, tornateremben, lehetőségben. És hát úgyis annyi telkünk van, hát egyáltalán nem fáj az, hogyha az egyik legjobb gimnáziumnak odaadjuk azt, amit kiszabályoztunk olyan építési teleknek, de ez fontos is lehet, mert egyébként építési telek, tehát tornateremet éppen lehet ráépíteni. Én szeret fotballozni, az majd meg fogja érezni ennek a műfüves pályának az ízét, mert ugye itt úgy van kialakítva a pálya, hogy úgynevezett teljes mandineres játékot lehet játszani. Kívánok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és főleg titeket, srácok, akik itt gondolom, hogy alig várjátok, hogy rám esetek a pályára. Az sem egy egyszerű dolog, de remélem az igazgató úr majd jó jeggyel fog engem is osztályozni, hogy, és az igazgató helyettes hölgy is, aki már három kávét majdnem belém tud nyomni, kettőt belém nyomott, úgyhogy de magamnál vagyok teljesen, bár elég korán keltem, nem vagyok bányász, de amikor Debrecenbe kell jönni pályát átadni, akkor már bérletem van a vonaton, 4-kor kelek, és ugye megyek ki a 6:08-kor indul a Intercity. Lehet, hogy álmos voltam, nézegettem a kiírásokat, nem az Isten itt neki, mindenki van írva, csak pont az én vonatom, és hol van. Megtartom keményen, fegyelmezetten, és borzasztóan megfogott polgármesternek a szavaját, magadat fejleszed, és érted, hogy jól fog visszapasszolni, és hogy tudod kijátszani az ellenfelet. Sőt, a magyar válogatott, amit esetlegesen megjelenhetne. És így ez a pálya nem csak a... Megköszönöm az ünnepet. Kérjük azt a labdát! Kérjük a labdát! Elkérhetem azt a labdát! Melyikkel akartok játszani? Ezen! Ezen? Ráadásul így. Rudi Orti vágy! Ne sajnálj! Sárgány.